Tényleg egyébként, hogy egy dubai sejk megkínálna téged kertészállásom, akkor elmennél oda? Dubajban? Igen. Hát nézd, Dubajban, én nem, nem voltam soha. Nem kertészkedni benne. De értjük. Persze, jobban. Most azért nézd, tulajdonképpen Dubaj az a korona Rómája, nem valahonnan. Tehát valahol nincs felítogató az egész, nem olyan történik, tehát hogy szerintem... Na jó, de mennél vagy nem mennél? Mennél vagy nem mennél? Hát nagyon rövid időre menni a kíváncsiság miatt, de hogy olyan ellenérzésem van Dubajjal kapcsolatban, miközben nem tudom. Jó, megdobod hát Dubai sejk a pénzével, de nem kell Dubajba menned. Hova mennél? Itt van 6 hektár kívül, érted? Hát én például Budapesten csinálnék fizetős parkokat. Fizetős parkot? Az mit jelent? Fizetős parkokat csinálnék, hát valami olyasmit, hogy az emberek lássák azt, hogy nem ám ingyen van az út csak, meg az, hogy úgy értékeljék. Tehát mondok neked példákat. Jó, ez egy kedvenc példám, mondjuk ez a Bátori Park, a Hungária kőút és a, azt hiszem, a Tökölinek a sarkán. Igen, teljesen lakhatatlan élhetetlen, ki van a szállva a növények. Na például oda szerintem körülbelül 1,5 millió forintba kerülne, amikor én ezt annak ide megpróbáltam megfutni, az nem sikerült. Tehát ez nekem is egy ilyen kudarcos történet, de rengeteg ilyen olyan zöld folt van Budapesten, ami ilyenkor teljesen kiszáll, és nem mész oda, meg poros, meg stb. Igen. Mondjuk például a Károly kerte, és most nem azért az 5. kerületben van, de hogy ott azért jól látszik azt, hogy milyen, amikor... Tehát ha valaki meg akarja nézni, hogy hogy működik egy ilyen, az mondjuk elmegy a Honvéd Parkba, vagy a Károly kertbe, és nem azért, mert hazabeszélek, mert máshol is tényleg vannak ilyenek, minden park a következő jellemző. Van egy kerítés, igen. Van egy nyitva tartása, tehát igen. Nem akármikor akárki mehet oda, igen. Bárki bemehet oda, ezt még egyszerűzítjük, bárki bemehet oda, de ott úgy kell viselkedni, hogy egy parkban kell viselkedni. Igen. Nyilván lehet beszélgetni, meg nagyokat gondolni, meg bármi, de mit tudom én, tehát hogy úgy, igen. Hogy más is le tudjon utána ülni utána a padra. Igen. Van öntözőrendszer, vagy legalább egy slag, amivel egy ember öntöz. Egyébként nagyon sok olyan embertársunk van, aki nem tudom, ugye a kertészetekben szoktak meg ilyen közmunkára elhelyezni ugye olyan embereket, akinek ilyen-olyan betegsége történt, és nem bír gyomlálni, meg fancsikátolni, de locsolni azt például tud, és imád is. Tehát egy nagyon sok ember imád locsolni, végülis ez egy tök látványos dolog, ugye? Látványos locsolsz, akkor látod mögötted, hogy ott mind szép víz, akkor le lehet most a járdáról a piszkot, szóval egy tök jó állás. Tehát, hogy még egy ember is van egyébként, tehát nagyon sok olyan van, hogy nem tudom, átesett szívinfarktuson, és akkor jó locsol, és akkor ez mindenkinek egy szuper történet. Tehát még egyszer, tehát van kerítése, van benne víz, amivel valaki öntöz, és ez az öntöző ember az akár lehet parkőr is. Most persze a parkőröknek a tudom, mint amikor a BKV ellenőröket régen még nem tudom, ott lehetett hagyni, és aztán megerősítették a pozíciókat, vagy küldtek velük embereket, vagy sajnos néha vittem én a vasútvonalakon lehetett ilyet látni, hogy ilyen fegyveres rendőrök, vagy nem tudom, kísérték az ellenőröket. Szóval a lényeg az, hogy a parkőrnek a pozícióját is azért nem ártani rendbe rakni ebbe az országba, de a lényeg az, hogy van egy parkőr, és valamilyen szinten rendet tart. Most azért tudnék eseteket sorolni, hogy mennyi mindenen lépnek át a parkőrön, mondjuk például amit a Károly kertbe. De azért mégis, ha bemész a Károly kertbe, ott nagyobb eséllyel tudsz leülni, beszélgetni valakivel, vagy teszed tisztába a gyerekedet a padon. Ja, és a legfontosabb, hogy van egy WC. Tehát, hogy ezek. Na most én tulajdonképpen, hogyha nagyon sok pénzt kapnék, akkor vélhetően azokat a közparkokat próbálnám átalakítani ilyen élhető parkokán. Mert valójában ezek a közparkok, ezek nagyjából úgy vannak, hogy ki vannak adva nagy vállalkozásoknak, így évente kétszer végig megy rajtuk egy hadsereg, nincsenek öntözve általában. A mindennapokban, amikor az van, hogy egy órát késik az, akivel találkoznál, és ott vagy a gyerekeddel, nem ülnél le oda, hanem elmész a gyors étterembe például. Na most ezeket a mindennapi... És anomáliákat? Igen, fizetős parkot. Most csak az annyi, mit tudom, nem tudom, 100 forintot be kell dobni, bemelsé. Tehát nem gondolom. De Szabi, ez nem jár mindenkinek aranyi jogon? Ha én élek egy városban, akkor nem jár nekem azt, hogy elmehessek egy parkba, az ingyen? Ez meg a másik. És még súlyázom is van a kocsintánál magadatás. Szóval, hogy ez nem jár? Tudod, mi lehet ebben? Az, hogy megbecsülni. Ez olyan, hogy az iskolában van karate tanfolyam ingyen, és akkor oda nem megy senki, de ha 100 forint a karate tanfolyam, akkor mindenki oda küld a gyereket. Vagy meg kell nézni az ingyenes nyelvvizsgáknak a hatékonyságát, vagy nem nyelvvizsgák, hanem nyelvóráknak a hatékonyságát, meg mennyien mentek el. Szóval ez nagyon izgalmas kérdés. Igen, és még bocs, hogy arra reagálva, amit mondasz, tehát én azért fizessek,
Mert valaki, aki nem úgy viselkedik a parkban, rendetlenkedik? Tehát annak az árát fizessen meg én? Most is te fizettem meg. Értem, de azért ilyen különbséget tenni, hogy azért szedünk 100 forintot, hogy aztán majd vigyázzak a parkban. Nem szedünk, is nem szedünk. Ja, csak Szabi, bocs. Ez erősen utópia. Bocs, igen, kivettelek az egyenletből, csak Szabi. Aki most ezen izgul, nyugodjon meg, minden így fog. Közpénzből fenntartjuk a használhatatlan partnereinket. Ne izgulj! Nem lesz egy változás. Értem, hogy miről beszélsz, és valóban igazad van, hogy ezeket a parkokat fel kell újítani. Én csak arra akartam kitérni, hogy járjon mindenkinek az a lehetőség ingyen és bérmentve, hogyha akar, akkor egy parkban pihenhessen. És rendeltetésszerűen használja azt. Így van, és a rendeltetés, csak azért, hogy mondjuk ki ő, hogy azért a hajléktalan kérdés nagyon izgalmas kérdés. Egy picike parkban voltam, lakossági fórumot tartottam, és akkor szóba került például mondjuk nyugár, pingpongasztal, csobogó. Pingpongasztal nem kell, mert hogy beköltöznek alá a hajléktalanok, csobogó nem kell, mert ott fognak inni, meg stb. És akkor én erre mondtam ott a lakosságnak, hogy na nem, tehát az, hogy mondjuk ki, hogy a hajléktalanoknak is jár a lehetőségbe menni a parkba, tehát ez nem rájuk értettem, azoknak, akik ugye ugyanúgy tudnak viselkedni. Tehát csak azért, mert szegény vagy, attól még bemehetsz. Igen. Ugye egyértelmű, csak hogy ugyanúgy kell viselkedni, mert azért nem csak a hajléktalanok csinálnak randalírozást, hanem itt azért ugye vannak mindenféle elemek, ugye a Hős utcából néha elmennek a parkokba, és az bizony én nem engedném meg. Tehát az biztos, hogy tehát nekem a tolerancia határom azért az ott van, hogy én biztos, hogy jobban rendet tartanék, nem, hogy mondjam, ilyen értelemben én a többség mellett állnék a, hogy mondják, az emberi jogokba. Tehát az, hogy arra szerintem senkinek nincsen joga, hogy ott mondjuk félelmet kell csinálni. És az egész biztos, hogy ma a budapesti parkoknak a nagy részében te mondjuk nőként a gyerekeddel úgy azért, tehát ugye az jár neked, mondjuk egyedülálló, már úgy értem, hogy egyedülálló, hogy nőként a fiatalokat. Neked, ha végig akarsz menni egy úton, egy parkban, mondjuk a Népligetben például, amiről azért elég rossz híreink vannak, akkor ne legyen az kérdés, hogy végig mehetsz. Na hát ehhez kell az, hogy legyen kerítés, meg legyen kamera, meg egy csomó minden. Hát én, hogyha kapnék egy dubai sejtőben, én ezeket csinálom. És az benne jó, hogy nem kell nagyon nagy dolgokra gondolni. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a Városliget típusú part, ugye, ez a piros part, tehát a magyar ember, a budapesti ember szerintem mondom, egy mosdóra válik egy parkba, arra, hogy biztonságban ott tudjon lenni, le tudja, mit legyenek külön, akkor a kutyások, nem kutyások, tehát ezeket szerintem kulturáltan azért meg lehet oldani, legyenek tiszta part, tudjon kezet most, és amúgy tudjon ülni, és hagyják békén nagyjából. Tehát, és ezek szerintem azért nem megugorhatatlan dolgok, most úgy látjuk, hogy ez valami nagyon távoli történet.